Elkészült a járási hivatal, 356 millió forintból egy év alatt épült új intézmény Fehérgyarmaton. Elismerések, 15 emléktárgyat és díszoklevelet kaptak a júniusi vihar hősei. Mindössze egy év alatt elkészült a Fehérgyarmati járási hivatal. A Kölcsey televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A közel 590 négyzetméteres épület lehetővé teszi, hogy ezen túl ne több különálló épületben intézzék ügyeiket az állampolgárok. A szatmári térség mintegy 50 települését kiszolgáló kormányhivatal új épülete 356 millió forintos támogatásból épült. Napra pontosan egy éve tették le a Fehérgyarmati járási hivatal épületének alapkövét, csütörtök délután pedig át is adták az elkészült beruházást. A szatmári térség mintegy 50 települését kiszolgáló Fehérgyarmati járási kormányhivatal eddig a polgármesteri hivatal épületében működött. A modern, korszerű ügyfélhívó rendszerrel felszerelt új épületben a kormányhivatal igazgatási osztályait helyezték el. A megyei kormány megbízott néhány számadattal mutatta be a hivatal munkáját. A kormányhivatalba egy év alatt több mint 800 ezer ügy érkezik be munkatársainkhoz a kormányablakokon keresztül, ugyanakkor az állampolgárok átlagos várakozási ideje nem haladja meg a 30 percet. 2019. augusztusáig 500 ezer ügyfél kereste fel hivatalunkat, és 1,3 millió döntés született meg. Munkatársaink éves szinten 2,2 munkakilométert futnak a megyében, 55-ször megkerülhetnék a földet, a 100-nál is több autóból álló kormányhivatali flottával. Tesszük ezt annak érdekében, hogy minden településen működtessük az ügysegédi rendszert, hogy biztonságban tudhassuk élelmiszerellátásunkat, hogy gondoskodjunk természeti és épített kincseink védelméről, és sorolhatnám még hosszasan a különböző ittípusokhoz tartozó teendőinket. A kormányhivatal legújabb feladata a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó ügyintézés. Szabolcs megyében kiemelkedően magas az érdeklődés. Az elmúlt másfél hónapban, amióta életbe lépett a 7 pontos terv, közel 6000-en informálódtak és intéztek ügyet ezekben a tárgykörökben. Fehérgyarmat központi szerepet tölt be a térség életében, az ügyintézés azonban eddig mégis több különálló épületben zajlott. Ezeket rendszerezi az új hivatali épület, ahol az igazságügyi, hatósági és szociális osztály, a földhivatal, az állategészségügyi osztály és a Máté Szalkához tartozó népegészségügyi osztály dolgozói is helyet kaptak. A közel egy évtizeddel ezelőtti állam és állampolgárok közötti rossz viszonyt a közigazgatás átalakításával próbálta javítani a kormány, közölte Gulyás Gergely Fehérgyarmaton. Sokszor elmondtuk a központi közigazgatás átalakításakor, hogy az itt dolgozók feladata azért a legfontosabb, mert ők az állam arcai az állampolgárok felé. Akkor, amikor valaki ügyet intéz a járási hivatalban, kormányablaknál, akkor szembesül azzal, hogy az állam miként működik, és éppen ezért a problémamegoldó készség, képesség, hajlandóság, és az, hogy segíteni akarunk-e annak, aki ügyet intéz, az önmagában meghatározza a közigazgatás működését, és ezért kulcsfontosságú, hogy azoknak a hozzáállása, akik ilyen formán egyszerre szolgálják az államot és az állampolgárokat, az példaadó és mintaadó legyen. A magyar állam 356 millió forintos támogatásából épülhetett meg a közel 594 négyzetméteres új járási hivatal Fehérgyarmaton. Szükséges olyan körülmények megteremtése a rendelkezésünkre álló épületegyüttesekben, mely megfelel a kor kívásainak, elvárásainak. 50 település, közel 40 ezer ember szolgálatát látjuk el a hivatalunkban. Alig egy évvel azt követően, hogy az épület alapkövének elhelyezése megtörtént, már ez az épület biztosítja a fehérgyalmati járás polgárainak a hozzáférést bizonyos közszolgáltatásokhoz. Kiváló munkafeltételek, ügyintézési, szolgáltatási terek teremtődtek meg ezzel az épülettel. A beruházásnak köszönhetően már Fehérgyarmaton is belátható időn belül kiváló feltételek mellett intézhetik ügyeiket a településen és környékén élő állampolgárok. A június végi vihar kapcsán közel 2500 segélyhívást kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A károk felszámolásában és elhárításában a helyi szakemberek mellett önkéntesek, határon túli tűzoltók és polgármesterek is közreműködtek. Péntek délelőtt a kiemelkedően teljesítők közül 15-en emléktárgyat és díszoklevelet vehettek át a megyeházán.
Így szakadt a jégeső június végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sok településen emellé hatalmas szél is társult, ami óriási anyagi károkat okozott a térségben. Kisvárda, Máté Szalka és Jármi vonalában vonult a legintenzívebben a vihar. Itt nem csak a lakók, a szakemberek és a polgármesterek lélek jelenlétére is nagy szükség volt. A Megyei Védelmi Bizottság úgy döntött, hogy azokat a szakembereket, akik a károk elhárításában, közvetlenül a károk elhárításában, abban az időben helytáltak, azokat kitüntetésben, díjazásban részesít. Én azt gondolom, nagyon fontos elismerni azoknak a munkáját, legyen szó katasztrófavédelemről, közútról, az önkormányzatokról, vagy más szervezetekről, akik helytáltak abban az időszakban. Bizony nem volt könnyű, nagyon nagy munkával, nagyon sok fáradtsággal járt, óriási volt a probléma, de néhány nap alatt sikerült úrrá lenni ezeken a problémák. Közel 2500 segélyhívást kapott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Ezeket 450 hivatásos tűzoltó, önkéntesek és határon túlról érkezett szakemberek igyekeztek a lehető leggyorsabban megoldani. Június 27-én a Nemzetközi Lászlónapra készültünk, amikor a vihar a megye egyharmadát sajnos a földbe döngölte. 81 települést érintett, hatalmas anyagi károkat okozva, több mint 5000 háznak a teteje sérült meg. 3,5 nap alatt vonultunk, annyit lekezeltünk, annyi eseményt, mint máskor egy év alatt. Kormány megbízott úr természetesen végig ott volt velünk, az operatív törzsbe, végig tudtunk vele konzultálni, végig irányította a védekezési tevékenységet. A jó munkát és a kiemelkedő teljesítményt 15 szakember számára értékes emléktárgya és díszoklevéllel köszönte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Nyíregyháza teljes területén, különösen a 12-es egyéni választókörzetben fontos feladat a zöld felületek növelése. Hangzott el a szövetségben Nyíregyházáért pénteki sajtótájékoztatóján. A körzet jelöltje, Lengyel Máté kiemelte, a terület fejlesztése szempontjából a Palánta és a Lejtő utca szélesítése, meghosszabbítása és összekötése a Tünde utcával elsődleges feladat lenne. Az önkormányzati képviselőjelölt célja, hogy a körzet sokkal barátságosabb kertvárosi arculatot kapjon. Ez a választókerület a legelhanyagoltabb területe Nyíregyházának, itt valósult meg a legkevesebb fejlesztés, ezen mindenféleképpen változtatni kellene. A legnagyobb problémát az útburkolatok állapota, illetve hát azoknak a hiánya jelenti, illetve a csapadékvízelvezetésnek a problémája. Erre kiemelt fejlesztési tervet szeretnék kialakítani. Közel 450 résztvevő több mint 850 kilométert úszott az idei 24 órás fényes úszáson. A Máté Szalkai eseményen két jeles évfordulót is megünnepeltek, a helyi sportegyesület alapításához és a település várossá nyilvánításához kapcsolódóan. A programmal a rendszeres testmozgás jelentőségére is felhívták a figyelmet. Gyerekek a vízben, társaik a medence széléről szurkolnak nekik. Bár stávunk ott járt, akkor főleg fiatalok voltak a Máté Szalkai úszodában, idősebbek is részt vettek a harmadik fényes úszáson. A rendezvény szerdán délután kezdődött és 24 órán át tartott, a helyeken kívül pedig más településekről is érkeztek, akik összesen több száz kilométert tempóztak. Úgy döntöttünk, hogy az úszósávokba úszó települések képviselőinek 150 kilométert kell teljesítenie, ami szumában 750 kilométert jelentett. Ez nem jelentett gondot, problémát, hiszen a végén 850 kilométert teljesítettek az úszók a 24 óra leforgás alatt. Ami örömteli tény még, hogy a tavalyi évhez képest több mint 80 emberrel többen vettek részt ezen a rendezvényen. Közel 450 ember fordult meg a 24 óra alatt itt a medencében. Különlegessége volt a versenynek, ugye egy legalább 500 métert le kellett úszni. Ez a táva városi triatlon verseny része volt, melynek keretében májusban a kerékpározáson, júniusban pedig a futáson volt a sor. Aki az úszással együtt mindhárom sportág megmérettetését teljesítette, egy sorsoláson vesz majd részt. Köszönöm nektek, akik itt álltok, hiszen ti voltatok leginkább azok, akik a 24 órás úszás komolyan vettétek. Az eredményhirdetés persze itt sem maradt el, az érmek mellett serlegek sorakoztak az asztalon. Az egyéni versenyt egy Máté Szalkai úszó nyerte, aki több mint 25 kilométert úszott az egy nap leforgása alatt.
Az idei esemény apropóját két jubileum adta. Egyrészt most lett 100 éves a helyi MTK Sportegyesület, amelyet tortával ünnepeltek meg a résztvevők. Másrészt idén 50 éve nyilvánították várossá Máté Szalkát. A fényes úszás keretében a rendszeres testmozgás jelentőségére és a felnőttek ebben való szerepére is felhívták a figyelmet. Én azt gondolom, hogy minden felnőttnek, teljesen mindegy, hogy milyen státuszban van a felnövekvő generáció körül, szülő, pedagógus, legyen az nem feltétlen testnevelő tanár, hanem osztályfőnök, mindenkinek iszonyatosan nagy a szerepe abban, hogy szemléletet formáljon. Elsősorban a saját példával, a mintával, tehát hogyha a felnőttek is rendszeres fizikai aktivitást végeznek, és ezt látják a családokban a gyerekek, akkor azt gondolom, hogy ebben nőnek föl, és a saját szemléletük is így fog majd alakulni. A 24 órás úszással kezdődött meg a Máté Szalkai Fényes Napok program sorozata, amely egészen szombatig tart a Szatmári városban. A nyíregyházi járási ügyészség ittas vezetés miatt emelt vádat az ellen a kisvárdai férfi ellen, aki egésznapos munkahelyi italozás követően, mikor munkatársait személygépkocsijával haza akarta szállítani, útközben súlyos balesetet okozott. A vádlott a munkahelyén a születésnapját ünnepelte kollégáival, jelentős mennyiségű pálinkát elfogyasztva eközben. Este 6 óra körül úgy döntött, hogy gépkocsiba ül, és hazaviszi 4 munkatársát is. Az akkor már súlyosan ittas férfi a Tuzsér és Mándok közötti útszakaszon egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a gépjárműve felett, és a jobb oldali patkára sodródva a partfalnak ütközött, majd a gépjármű a feje tetejére borult. Az utasok közül az egyik súlyosan, a másik könnyebben sérült. Az ittas sofőr miután meggyőződött arról, hogy a kollégái a gépjárműből kiszálltak, és mások is megálltak segíteni, a felelősség alól úgy próbált meg kibújni, hogy a helyszínt elhagyta. Visszagyalogolt a munkahelyére, és úgy tett, mintha el sem hagyta volna a telephelyet. Azonban hamar kiderült az igazság, a bejelentő felismerte a sofőrt, aki büntető eljárás során már beismertetettét. Az ügyészség a sofőrt ittas állapotban elkövetett járművezetés büntettének minősített esetével vádolja, vele szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását és járművezetéstől eltiltást indítványozott vádiratában. Kispályás labdarúgótorna, helytörténeti vetélkedő és utcabáli szerepel az idei Kálósemjéni falunapok programjában. A több helyszínen zajló eseményen többek között emlékdíjakat is átadnak majd a hétvégén. Az extrém sportok kedvelői pedig egy motoros kaszkadőr bemutatót is megtekinthetnek a falunapon. A helyi általános iskola sportpályáján 6 csapat részvételével a kispályás labdarúgó emléktornával vette kezdetét a 23. Kálósemjéni falunap. Az esemény neve akár többes számba is tehető, a programok ugyanis a pénteki koncertet és utcabált követően szombaton is folytatódnak. 10 órától az új kenyérért adnak hálát. Az önkormányzati ünnepség keretében díjakat és kitüntetéseket osztanak ki, délután pedig már a szórakoztató programoké lesz a főszerep. 3 órakor a helybeliek fellépése következik, ezt követően pedig próbáltunk így minden évben is így próbáljuk ezt megtenni, hogy különböző stílusú előadó művészeket hívunk. A nap végén a legnagyobb durranás talán a Dolly Plus lesz, ő egy élőzenés koncertet fog adni a településen, és a nap végén pedig 21 óra 30 perc magasságában pedig tűzijátékkal zárjuk az ünneplésünket, majd hajnali tartó retro diszkóval. Már próbálnak a színpadon a helyi általános iskolások, ők is fellépnek szombat délután. Lesz kézműves foglalkozás, az extrém sportokat kedvelőket pedig motoros kaszkadőr showval várják. A programok a sportpályán kívül a Kálai kúriában és kertjében zajlanak. Az eseményekben gazdag hétvége után sem áll meg azonban az élet a településen. Kálósemjén az elmúlt évek folyamán folyamatosan fejlődött, így ezt a fejlődési pályát nem szeretnénk elhagyni. Ami előttünk álló nagy feladatok vannak az, hogy egy bölcsödét fogunk építeni. Itt Kálósemjénben ez egy nagyon régi kívánalom a településen, illetőleg a kerékpárútnak a belterületi szakaszának a kiépítése is előttünk áll. Amire büszkék vagyunk még, hogy a Magyar Falu program keretein belül közösségi térre is lehetőséget kaptunk. Ez vár még ránk az év hátralévő részében, illetőleg játszóteret és kamerarendszert szeretnénk bővíteni. A falunapok idejére a környékről is rendre sokan érkeznek a településre.
akik a kúriát is meglátogathatják a hétvége folyamán. Kercsú Árpád mesteredző irányításával készülnek a szabolcsi Sólymok fiatal jégkorongozói. A Szabolcsi Jégsport Egyesület a következő szezonban a 8, a 10, a 12 és a 14 éves korosztályban indít csapatot. A játékosok jövő héten Debrecenben edzőtáboroznak, majd Kercsú Árpádot pénteken mutatták be a sajtóképviselőinek. A Szabolcsi Jégsport Egyesület az elmúlt szezonban a 8, a 12 és a 14 éves korosztályban indított csapatot. Jelenleg közel 70-en jégkorongoznak az Egyesület színeiben. A 2018-ban átadott jégpálya lehetőséget biztosított a szakmai munka fejlesztésére és az edzői stáb bővítésére. A következő szezonra már Kercsú Árpád mesteredző útmutatása alapján készülnek fel a fiatalok. A szakember több hazai klub mellett irányította az utánpótlás és a felnőtt magyar válogatottat, valamint tagja a magyar jégkorong hírességek csarnokának. Kercsú Árpád elsősorban a kihívást látja nyíregyházi szerepvállalásában. Nekem az volt a vonzó, hogy a nulláról felépíteni valamit, az a legnagyobb dolog a világon, és ezt most már csak azért is, hogy... Így nem mondhatja senki, nekem elég sok irigyen van amúgy az én pályafutásom alatt, de amikor az ember eljön egy ilyen helyre, hogy gyakorlatilag még nincs az a színvonal, ami, és innen elérni az, hogy az első két-három egyesületbe már minőségi szempontból mondom, bekerüljön az ember, ez ennél nagyobb vágyam senkinek nem is lehet végül is, mert beleülni a kézbe valahol az nem ugyanaz, és a szinten tartani, mint a nullára felépíteni azt a szintet, amit mindenki majd irigyelni fog. A Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke szerint Kercsú Árpád útmutatásával Nyíregyházán elérhetik a kitűzött célt, azaz rövid távon megduplázzák a játékosok számát, hosszabb távon pedig a legmagasabb osztályban szerepelnek majd a Sólymok csapatai. Azt gondolom, ez garancia arra, hogy egy-két év múlva itt olyan létszám és olyan képzettségi hokisok lesznek, ami a magyar jégkorongnak a elitjéhez fog hamarosan tartozni. A Szabolcsi Jégsport Egyesület a következő szezonban az U8, az U10, az U12 és az U14-es korosztályban indít csapatot. Ezen kívül a már létező obikori program mellett általános iskolai tehetségkutató programot is szeretnének elindítani. A jövő héten Debrecenben edzőtáboroznak a szabolcsi Sólymok, ahol a jeges és szárazföldi edzések mellett egyéb programokról is gondoskodnak a szervezők a fiatalok számára. Két idegenbeli mérkőzés követően szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Mirjuca László negyedik helyen álló együttese az NB1 negyedik fordulójában a jelenleg hatodik Újpestet fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Három fordulót követően kifejezetten jó pozícióból várja a folytatást a kisvárdai futballcsapat. Mirjuca László együttese a debreceni vereséget követően idegenben szerzett 3 pontot a Honvéd ellen. A vendégek gyakorlatilag végig uralták a mérkőzést, csak a hazaiak hajrában szerzett gólja után volt néhány percnyi izgalom, Grozab nem mindennapi találata azonban pontot tett a meccs végére. A Kisvárda vezetőedzője a jó rajt ellenére is igyekszik helyén kezelni a történteket, annál is inkább, mert szombaton nehéz meccs vár csapatára. Ma 3-4 győzelem van, akar is. Szeren kell maradni, mert végül is ki vagyunk mi. Egy jó csapat, nyertük egy meccs idegenbe, Kispedbe, most jön a Újpest, nagyon jó csapat, néztem őket, már kétszer tudott, jó az edző, jó játékosok, masszív csapat, tavaly is szerepelt a Újpest. Nehéz, nagyon nehéz meccs. Néztem őket a Diósgyal ellen, most is a Puskás ellen, és a Paks ellen, meg egyszer jó futballoznak. Masszív, még egyszer, vannak jó futballista, vigyázni kell nekünk, mert ha nem vigyázunk, akkor nagy probléma ez. A Kisvárda-Újpest mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A negyedik forduló további párosítása a következő, Budapest-Honvéd-Debrecen, Paks-Molfehérvár-FC, Diósgyőr-Mezőkövesd, Kaposvár-Zalaegerszeg és Puskás-Akadémia-Ferencváros. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mindössze egy év alatt megépült a fehérgyarmati járási hivatal. A közel 590 négyzetméteres épület lehetővé teszi, hogy ezentúl ne több különálló épületben intézzék ügyeiket az állampolgárok. A Szatmári térség mintegy 50 települését kiszolgáló kormányhivatal új épülete 356 millió forintos támogatásból épült.
A június végi vihar kapcsán közel 2500 segélyhívást kapott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A károk felszámolásában és elhárításában a helyi szakemberek mellett önkéntesek, határon túli tűzoltók és polgármesterek is közreműködtek. Péntek délelőtt a kiemelkedően teljesítők közül 15-en emléktárgyat és díszoklevelet vehettek át a megyeházán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket. Szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szombat reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Egy-egy zápor előfordulhat, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Szombat estig a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat zápor eső, zivatar, a keleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32-33 fok körül alakul. A következő napokban is egy anticiklon peremén helyezkedik el a Kárpát-medence. Légköri frontok nem vonulnak át hazánk felett, de vasárnap, illetve a jövő hét elején még labilisabb lesz felettünk a levegő. Eleinte több órás napsütésre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, szorványosan záporesővel, zivatarral. Zivatarok környékén átmenetileg megerősödhet a szél. A jövő hét közepén már kisebb a csapadék esője, kevés felhő zavarja a napsütést. A maximum hőmérséklet meghaladja a sok évi átlagot, 27 és 34 fok között alakul.